Azokban az országokban, ahol legális a prostitúció, rendkívül jól jövedelmező tevékenység a szexuális célú kizsákmányolás. Kezdte nyíregyházi előadását az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Németh Ágnes kiemelte, most egy projekt keretében az állami és civil szféra szereplőivel közösen nemzetközi együttműködések segítségével küzdenek az emberkereskedelem ellen. Külföldi hatóságok rendre jelzik vissza, hogy az ott azonosított áldozatok, tehát akiket ott valamilyen formában atrocitásért, általában fizikai erőszak, szexuális erőszak, azok ebből a három megyéből származnak, ahol mi most ezt a projektet elindítjuk, ez Baranya megye, Borsod megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Tehát nyilván a születési hely lakcím alapján, amikor az emberkereskedelem áldozatát ott az én kollégáim beazonosítják, akkor nyilván megkeresnek minket is, hogy próbáljunk meg akár a lakhely szerint is segíteni a hazatérésben az áldozatnak. Németh Ágnes hozzátette, a reintegráció mellett a megelőzés is fontos célja a projektnek. Például egy védőnő beazonosít valakit, vagy például a gyámügy jelzi, hogy ebben a családban komoly problémák vannak, és pont olyan korban van egy lány vagy egy fiú, aki alkalmasint áldozat lehet. De nem csak szexuális áldozatokról beszélhetünk, tehát prostituáltakról, akit megver vagy megerőszakol valaki, nem csak a strici, hanem akár a kliens is lehet, hanem itt beszélünk munkacélú kizsákmányolásról. Tehát amikor valaki elindul külföldre dolgozni, és nem azt kapja, amit számára ígértek. Az áldozatok feltérképezését is segíti majd a projekt. A belügyminisztérium együttműködő partnerként kért fel minket ebben a jelen projektben. Egy országos informatikai hálózat kerül kialakításra, melyben a civil szervezetek is részt vesznek. Ez nagyban segíti Magyarországon az áldozatok azonosítását, ne kerüljenek ezek a személyek duplikáció alá, és így mindenki számára elérhetővé válik. Az előadáson elhangzott, az emberkereskedelem leggyakoribb eszközei a fenyegetés, az erőszak és a megtévesztés.